Közel 40 millió forintból építettek egy 10 férőhelyes, 4 szobás, 4 fürdőszobás, teljesen akadálymentesített szálláshelyet Szabolcsban. A szállás wellness szolgáltatásokkal, szaunával várja a családokat a Földvár lábánál. Fontosnak éreztük azért, mert helyi lakosok vagyunk a párommal együtt, és úgy gondolom, hogy Szabolcs egy történelmi jelentőségű település, ahol őseink is itt voltak már, és szeretnénk bemutatni Magyarországnak Szabolcsot, az a magyarországi lakosoknak, Magyarország polgárainak, és ezért gondoltuk, hogy itt találjuk meg azt a helyet a Földvár tövébe. A megyei közgyűlés elnöke az átadón elmondta, reméli, hogy Szabolcs már Bereg megyében a fejlesztések és a magánberuházások összekapcsolódására egyre több példa lesz. Nagyon látványosan fejlődik Szabolcsnak a turisztikai arculata is, hiszen a történelme értékekre építve igazán lehet turisztikai vonzerőt is fejleszteni. Számunkra évek óta nagyon fontos a szabolcsi földvárnak a helyzetének a rendezése. Norvég alapos pályázattal is próbálkoztunk. A Mudránykúriát még az önkormányzat, a megyei önkormányzat fenntartóként újította fel egy magyar-román programból, és hát reméljük, hogy többből is tudunk olyan fejlesztéseket megvalósítani, természeti értékek védelme, illetve történelmi értékek védelme címén. Hát itt Szabolcsban ugye elsősorban a történelmi értékekre gondolhatunk, amelyek további vonzerőt jelenthetnek. Ezek összekapcsolódnak teljesen természetesen a magánberuházásokkal, vagy magánfejlesztésekkel. Reméljük, hogy egyre több szabolcsi, szatmári, beregi ember érzi úgy, hogy a turizmusból meg lehet élni, erre lehet alapozni akár vállalkozást is, és ez a településeknek az életi lehetőségeit is, a munkahelyteremtését is nyilvánvalóan szolgálja. A vendégház immár a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének hivatalos szálláshelye, amely a Darányi Ignác terv keretében közel 20 millió forintos Európai Uniós támogatással épült.